ez egy nagy család. Nálunk nincsen ellenfél, nincsen ellentét. Ahogy látjátok, a jövőkből is mindenki viseli, egységes a megye. Én vagyok az elnök, de bárki lehetne közülünk az elnök, ugyanúgy hallgatnánk rá, követnénk. Engedjétek meg, hogy ebből az alkalomból egy pár emléklapot átadjak képviselőtársaimnak és a megyében működő önkormányzatoknak. És ezzel egy köszönet mondjak nekünk, hogy tényleg az első időszóra, és mindig, minden rendezvényen ott vannak, együtt közösen, mindegyik egymás rendezvény, ha valami ott van, együtt vagyunk, jóban rosszban. Úgyhogy megkérném először Lajos Mizse, cigány önkormányzat elnököt, hogy fáradjon ide hozzá. Akkor azt kell tudni, hogy ő nem van a Lajos Mizsei önkormányzat testületében is. Ő a kezdetektől kezdve bennünk van, és bennünk együtt jár. Egy bort légy szíves adjál neki. Köszönjük szépen, hogy megjelentél, és továbbra is számítunk a családias hangulatra. Kiskohalas képviseletével Rostás László úton van, azt majd később fogjuk. Szeretnék átadni Dunapatai cigány önkormányzat részére is egy ilyen emléklapot. Gizella, Feri Gizella, légy szíves. Beszélt át. Köszönjük szépen. Kérnék szépen ide a Bács-Kiskun megyei cigány önkormányzat pénzügybizottság elnökét, Völgyi Gyuri képviselő barátomat. Kisztunk majd a képviseletében. Gyuri barátomról azt kell tudni, hogy nagyon agilis, ő is nagy szerepet tölt be a kiskomajsai önkormányzatnál és a cigány önkormányzatnál. Nagyon sok követője van. Köszönjük, Gyuri, hogy itt vagy, és gratulálok. És akkor itt van mindjárt a Kulturális Bizottság elnöke, Horváth Zoltán barátom, aki János Alma képviseletében van itt. Azt is Zoliról tudni kell, hogy János Alma nagyon-nagyon sok cigány van, és nagyon sok követője van önnek, és kezdettől kezdetve itt van velünk, úgyhogy gratulálom neki és szívekem. És hozott egy táncsapatot, amit majd később a műsorában fogjátok meg. Sükös önkormányzat képviseletében kérnénk szépen ide ki a képviselő urat. Őről tudni kell, hogy ő is beállt a csapatunkba, és követ minket itt van velünk. Neki is gratulálunk. És továbbra is várjuk a követet. Szatmári emléklapi. Szatmár, bocsánat, Szatmár képviseletében kérdik szépen. Itt a képviselő urat. A tapsoltak, köszönjük szépen, hogy itt vagy is jött így. És akkor Becs képviseletében Góman Ernő urat kérnék szépen ide, hiszen ő is itt van velünk, ő is a családhoz tartozik. Nagy harcot levágott, amikor volt Decsen a választás, és gratulálok neki. Köszönöm szépen. Dunavecse képviseletében is kérdik szépen ide a képviselő asszonyt. Dunavecse. Ő is kap egy üveg bolt, ő is velünk van kezdettől, és követ minket. Úgyhogy köszönöm szépen, és gratulálok. És továbbra is várjuk a támogatásodat. Nem tudom, Kecskemény képviseletével megérkeztek-e? Nem, akkor később. Kecskemény képviseletével? Kecskemény egy órára. Jó, az később jön. Jó. Akkor Baja képviseletében, igaz, én vagyok az elnök, de... Elveszem tőle a biztosan, elnézést kérlek. Szerintem egy így hívják, nem mindig saját magának. Úgyhogy én meg Buraj Béla vagyok, és szeretném átadni Szilveszternek ezt a... zajánlítva ezt az oklevelet, és akkor a bor fogadja sok szeretettel a munkájáért, nem tudják megfizetni azt, amit egyébként csinálnak. Úgyhogy fogadja sok szeretettel.
átadom a mikrofon neki. Bocsánat, kicsúszott a kezemből. János Arnyi. És akkor igaz, még nem kóstoltunk meg, de nem sokára meg fogjuk kóstolni. A szakács, aki szeretné még kicsit... Kéri János urat, kérném szépen ide, aki főszerepünk a malha töltőtet. János Arnyi.